volt, valójában rengeteg népet egyesített. És pont a Szentkoran tudta lehetővé tenni, hogy úgy tudjunk együtt létezni, hogy ne egymás robására. Majd ez egy gyönyörű fajta együttélést jelentett, és tulajdonképpen akkor fog majd itt világossá válni, hogy azok, akik vezetnek bennünket, szeretik ezt a népet, mert ez eddig olyanok vezettek 60 év alatt, akik nem szerették ezt a közösséget. Aki először kezdi azt a világnak mondani, hogy figyeljetek ide, te tót, te szerb, te olát, te szász, sváb, horvát, stb. Nézd rá a Kárpát-medencére, ez összetartozik. Egész egyszerűen mi nem tudunk egymás nélkül létezni. Olyan nincsen, hogy a szlovák jól járjon önmagában. Csak együtt tudunk jól járni. És ad abszurdum, maradjanak megváltoztathatatlanok a határok, de az érdekeinket együtt érvényesüljük, mert mi egy test, egy lélek vagyunk. Akár tetszik ez, akár nem. Külön-külön a dividiert impere alapján mi tönkre fogunk menni. Mint hogy tönkre is ment a Kárpát-medence, holott ez teljesen irreális dolog. Tehát az lesz velünk, aki először ezt kezdi el mondani, és a Hungáriában mi gyönyörűen léteztünk, csak az kétségtelen, hogy a magyar nyelv az olyan, mintha Jóisten ezen a nyelven gondolkodott volna. Ugye? De tényleg én az, ha Magyarországon élnénk, és nem egy olyan országban, amire azt mondják csak, hogy Magyarország, ugye, akkor én kimerném mondani, hogy a Jóisten magyarul gondolkodott. Majd egyébként, hogy az ilyen nyelve nagyon sok minden mutat rá, most nem akarom felsorolni, de gondoljunk abba bele, hogy mi mindig általánosból indítunk, mindig az általános fontos számunkra, ami azt jelenti, hogy Istenhez közel állunk. Ugye, náluk nem véletlen, hogy olyan borzasztó elemi erővel jelentkezik a fogyasztói társadalom, mert mindig az én van, a halál van jelent. Ha bemutatkozik is, hát nézzük meg, ő azt mondja, hogy Tibor Varga. Nem a nemzetséget jelöli meg először, hanem az egyén, de az időbe és a pillanatot fogja meg, hát úgy dátumoz, hogy nap, ugye a hónap, év, holott pont fordítva kéne. Az általánosból jutunk el az egyesig. És ugye, hát a címzése az a legőrültebb dolog, mert házszám, utca, város, ország. Hát ez teljesen fordított, mert az énből indít, a pillanatnyi énből indít ki, mi pedig a halhatatlan lélek által gondolkozunk a világról. És nála semmi nincsen, ami nem hev, vagy hábe, tehát amit nem lehet birtokolni, vagy semmi nincs, ami nem van. Ist, is, est, ugye? Tehát nála, hogyha azt mondja, angolban azt mondja, hogy asztal, azt neki úgy kell mondani, hogy this is the table, ez van asztal. Nem tudom, hogy érthető. De ha én azt mondom, hogy asztal, mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát nem kell fogni a pillanatot, és nem kell fogni az anyagot. Na de ez kicsit, és a birtokrendszerünk is fordított. De az kicsit, arról nem beszélve egyébként, hogy a szent áldozást ezt magyarul lehet leelemezni. Nagyon jó, de most nem mondom el. De a lényeg az, mert úgyis meg fogom mondani, hogy... De nem most. Na de a lényeg az, hogy ugye ez miután ilyen különleges a gondolkodási módon nagyon távol áll a szláv, vagy a sváb, vagy a szász nyelvnek a rendszerétől. Éppen ezért kellett egy közvetítő nyelv. Ez volt a latin. Ez volt a latin. Ez egyenlően távol állt minden közösségtől. És a magyarországi latinság az óriási magas szintű volt. Nagyon magas szintű volt, pontosan ezért, mert valójában különböző népeknek a különbségeit tudta feloldani. És hát egyébként ezért van az, hogy óriási mennyiségű középkori oklevelünk maradt meg, nem csak ezért egyébként, hanem a hiteles rendszere miatt, mert nálunk példátlan módon kötötték a szerződéseket, és az példátlannak tekinthető, nincs rá példa sehol, hogy világi bíróság csak azt fogadja el hiteles okiratnak, amit papi káptalanok vagy szerzetesi konventek állítottak ki szertartásos körülmények között. De nem minden papi káptalan és szerzetesi konvent volt hiteles hely, hanem csak az, amit a király kijelölt. Ezt hívták a király egyházainak. Most ettől aztán óriási lett a magyar írásbeliség, és ugyanakkor nagyon egységes a joggyakorlat. Mert pontosan ez a én központú gondolkodási mód, ami nyugatabbra megvalósult, ugye annak a lényege a hübéri társadalom. A vazallusom, vazallusa nem az én vazallusom. Fölszabdalja a társadalmi együttérést. Nálunk ugye nem is volt hübériség. Nálunk úgynevezett familiárisi viszony volt, ami szinte valamilyen családba fogadási viszony tulajdonképpen, ami a szíven alapult, a szív bizalmán alapult. Ha
X már nem bízott Y-ban, akkor ezt a viszonyt föl lehetett bontani. De azt, hogy ember embernek a szolgája, ami nyugaton, a Hübér társadalomban kialakult, az örökletessé vált egy rövid 100 év alatt. Tehát ha Hübér úr, ha meghal, a Hübér úr fiának a Hübéres tovább szolgálta a tartozott. Ha a Hübéres meghal, a Hübéres fia a Hübér úrnak tovább szolgálta a tartozott. Nem tudom, hogy érted. Ember is ember szolgálja. Ugye ehhez képest az Una Edemke Libertas, egy és ugyanazon szabadság, az gyönyörű dolog. Az akkori Európában, tőlünk nyugatabbra ember embernek volt a szolgája. És a helyzet az, hogy ugyanakkor ez a rendszer, amiről beszéltem, a hitelesek rendszer, nagyon egységesítette, mondom, a joggyakorlatot is, amellett, hogy a írásbeliség nagyon nagy lett. Hát persze, ezt, mikor megkérdezem előadásokon, hogy mit gondolnak, hogy mennyi oklevél maradt fönn Magyarországon, akkor mindig nagyon-nagyon kevés számot mondanak. Egyetlen egyszer találták el a helyes számot, azt is azért Szegeden, azt is azért, mert a középkori tanszéken oktatott az illető. Tehát azért tudtam meg. De hát, amikor elmondom, hogy például Pannonhalmán, ami hiteles hely volt, csak 1301 Díg, ugye ekkor aki a Turulház fiúágon 1301. január 14-től 15-ére viradóra, ugye csak addig 1500 oklevelünk van, és abból 600 lefordítatlan. De nem azért, mert a Bence is ilyen, olyan, hanem azért, mert a 19. század közepéig a magyarországi latinság az nagyon magas szintű volt. Hát olyannyira magas szintű volt, hogy a 13. század közepéről nekünk pápai engedvényünk van, hogy a Magyarországról érkező papoknak, hogy Rómában misészessenek, nem kell tanúsítványt tenniük a latin tudásukról, ellentétben az Itáliából érkező papokkal. Most nem tudom, érted. Most Verbőci, aki 1514-ben ugye befejezi a szokások összegyűjtését, a művének a végén, ez latin nyelvű mű, a művének a végén ír egy utószót, és azt írja, hogy hát elnézést kérek, hogy az egyszerű, vulgáris, köznépi latinságot használtam, és nem az irodalmi latin nyelvet. De ennek az volt az oka, hogy szerettem volna, hogy művemet az egyszerűbb emberek is megérthessék. Most úgy, hogy hát képzeljük Kolozsmonostor, ami hiteles hely volt, csak onnét 7500 oklevelünk maradt meg. Most úgy, hogy a tatár pusztított, a török pusztított, hát tudjuk, hogy a királyi levéltár az tulajdonképpen elpusztult. Tehát még a szív az hiányzik is. És akkor a második világháborúban, sőt 1956-ban a levéltárat lövik, úgy pusztulnak el középkori anyagok. Most gondoljanak bele, így, amikor már 185 ezerről tudott Fügedi Erik, akkor már azt mondta, hogy földolgozhatatlan az anyag. Most 320 ezernél több oklevél regesztával rendelkezünk. A regeszta az az, hogy a jelzete, ugye, hogy hol található meg. Ennyivel rendelkezünk. Hát ez óriási anyagám, amiből következik, hogy az úgynevezett magas kultúra az nem nyugatról áramlott ide, hanem pontosan innét áramlik szét. És erre nekünk anyagi bizonyítékunk van. Tehát bizonyítani tudjuk. Most mondom, a latinnak ez volt a szerepe. És Magyarország Hungária volt. Tényleg úgy tűnik, hogy az Attila és a Szkíta örökségnek volt az utolsó letétés. Ezt úgy lehetett megmondani, hogyha megosztom. És a nyelvi kérdés volt az egyik része. Jellemző dolog különben, az országgyűlésben latinul beszéltek, jellemző dolog, hogy az első, aki azt a gyakorlatot hozza be, az megint csak Széchenyi. Aki Széchenyi, hogy magyarul beszélnek, és ez egyébként az akkori nemzetiségek számára ugye egy ilyen hát indok volt arra, hogy össze lehessen ugratni az együttélőket, hogy ott Hungária alatt, a Szent Korona alatt mi nagyon szépen éltünk együtt. És majd elmondom, hogy mit jelent egyébként magyarnak lenni, ez egy külön kérdéskör. Mert nálunk a magyar az nem magyarság nem testfüggő, és gyönyörű rend, de csak nálunk. És ez az éjfeszítők népekre volt jellemző. Háj, de kár, hogy nem tudom elmondani most. Na de, nem mert akkor, na, mindenre lesz idő, úgyhogy végülis egy fél év, bár kevés, de azért lesz idő, hogy elmondjunk. Tehát a lényeg az, hogy hát ő az, aki először szorgalmazza ezt a magyar nyelvet. Egyébként mindent, amit a reformkorszakban csináltak, érdemes lenne felülvizsgálni, mert úgy tűnik, hogy mind rossz. Nyugatra vetették ugye a szemüket, megszüntettek egy keleti hagyományra épülő rendszert, ami ezer évig jóval többig megtartott bennünket, ugye szabályozzák a folyókat, ugye a hitelér elkezd ágálni Széchenyi, egyébként ugye nyugatra tekintő szeme miatt lett ő a legnagyobb magyar,
Igen, ez lehet, hogy... Tehát önnek az élet ilyen különös furcsa vége, de nem tudom, hogy észrevették-e, hogy itt 200 éve az a legnagyobb magyar, aki egyébként idegen dolgokat akar meghonosítani itt. Holott, ugye, mondom, a miénk az sokkal életképesebb a mi hagyományunk. Most ugye, ő a reformkorszak szabályozza a folyókat, hát gondolják, nekünk egy gyönyörű ártéri vízgazdálkodásunk volt. Ezt nem tudom, tudjuk-e micsoda, mondjak róla néhány szót? Mondjak vagy nem mondjak, lépjünk már, mondjak. Hát a helyzet az, hogy ugye a magas hegyvidékekről érkező folyók, azok ugye hordaikot hoznak magukkal, és egy idő után elsáncolják magukat. És amikor áradás van, mert ugye a természetnek is van lélegzése, az olyan, a átéri vízgazdálkodás az tulajdonképpen olyan, mint a teremtés szívdobbanása, azzal való együttélés, ugye? Mert jön a víz, és akkor átbukik a hordalékos sáncon, és amikor apadás van, akkor nem tud visszamenni, és éppen ezért eliszaposodik ez a terület. És elején kitalálták, hogy úgynevezett fokokkal kiengedik a vizet, átvágják ezeket a gátakat, és a víz mint egy lélegzés kiterül, és aztán utána, amikor apad, szépen vissza tud áradni. Na most ugyanakkor ennek nagyon sok haszna van, mert ugye a magasabban lévő területek, azok szárazan maradnak, ott az áratokat nem kell őrizni. Ugye nem kell külön ember. És ahogy másrészt öntözi a földterületet, tehát újra és újra alkalmasát, így van, nem iszaposodik el, és ugye, ahogy ne apad vissza a víz, úgynevezett dugászással ugye elrekesztették, és a víz átment, a hal meg ott maradt. Csak össze kellett szedegetni, és a gyümölcsfákat pedig öntözte. Tehát ez egy gyönyörű rendszer volt. Na ezt szüntették meg. És azzal, hogy ugye, és ezzel, hogy a szabályozták a folyókat, állandósították az árvizeket. Ma már ez teljesen túl, sőt, elindulunk az első sivatagolódás felé, de mindegy, mert a helyzet az, hogy ez sem volt jó. És akkor hát ott van a hitelnek a behozása, és hát legvégül mondom, nem véletlen az, hogy 1852-ben ugye hát Habsburg az hathatósan tesz ennek az érdekében, hogy a finansz hatalom bejöhessen. Na jó, de a hitel bejött. Na de onnét indultunk el, hogy ugye hát a Trianon, hogy el volt tervezve az, ami velünk történt az elmúlt 60-70 év alatt. Ugye Trianonnak viszont azért kellett bekövetkeznie, amit az ember nem tudott, mert nekünk nem oktatták rendesen a történelmet, mert állandóan azt mondták nekünk, hogy mi geopolitikailag rossz helyen vagyunk. Ugye ezt annyira, nekem egyetemen annyira oktatták meg, de egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy két vezér fonala volt az én oktatásomnak, és ugye én öreg fiú vagyok, úgyhogy a szocializmusban doktoráltam, meg ott voltam fiatal pályakezdő, én nagyon jól tudom, hogy mit csináltak ezek. És a helyzet az, hogy két vezér fonala volt az oktatásunknak, az egyik az, amint akkor is furcsáltam már, hogy, de még irodalom órán is állandóan ez ment, hogy Magyarország az a baj, hogy nincsen polgársága. Hát mondom, a franc vegye meg. Hát mondom, elvtárs. Hát mi a baj ezzel? Hát ugye, ti a polgári rend ellen jöttetek létre. Hát mi kihagytuk, ugrottunk egyet. Egyből elvtársak lettünk. Most ez miért nem jó? De azért nem jó, mert valójában a finansz, tehát nem volt kétpólusú világ. Tulajdonképpen a finanszhatalom csinálta a kommunizmust is. Azoknak a népeknek... Vége benne van, valaminek a vége. Ezt most úgy lehet, hogy... Ja, finansztől... Ja, nem tudtam, hogy hirtelen nem tudtam, hogy lázasan kattogtak a kerekeim. Igen, nem tudtam rájönni, hogy mi ez, de most már értem. Jó. Jó. Tehát lehet. Na most a lényeg az, hogy... Hát ők csinálták pontosan azért, mert az úgynevezett éjfeszítő népeknek az örökösei, azok másképp fogták fel a teremtett világot. Hát ugye még az orosz is, az orosz parasztot az kresztyáninnak hívták. A kresztyánin azt jelenti, hogy keresztény, ugye? Én többet látott a földjében, mint egyszerű gazdagodási alapot, és nem volt hajlandó hitelt felvenni. Egyébként is az oroszoknál klasszikus értelemben vett római jogi tulajdonjog sem létezett. Tehát ezeknek csinálják meg a kommunizmust. Most nagyon érdekes dolog, hogy ugye mondtam a polgárság, hát ez azért fáj neki, a komcsinak egyébként, hogy elmondjam, gondolják bele, hogy ugye a magánjogunk nekünk szokásokon alakult.
alapult. Egészen 1944-ig. És ugye a nagy francia elsötétedés idején kezdik el az emberi viszonyokat ugye szabályozni, a code civil, ugye stb. És mindenhol készül polgári törvény, kivéve